Sziasztok, én Marci vagyok, és mint láthatjátok, elérkeztünk a legújabb videóhoz. Nos, mivel a Minecraft Survival sorozat annyira nem jött be, vagy csak nem tudtatok ötleteket írni, ezért ezt egy kis ideig pihentetjük. Viszont úgy gondoltam, hogy szeretnék építeni egy falut, egy várost, egy birodalmat itt a Kreatívba. Méghozzá ez egy jó több részes, sok részes sorozat, ameddig szeretnénk csinálni. Igazából a lényeg az, hogy csak építkezünk, és egyre bővítjük a birodalmunkat, a városunkat. Egyelőre városnak fog hívni. Néhány részben ráadásul jönni fog majd egy osztálytársul segíteni, és ami még fontos, hogy mivel nem tudom, hogy most ilyen adott részekben sok időt fog építgetni, nem az lesz, hogy mondjuk én építek egy órát, és akkor nektek azt úgy bevágom egy órát, hanem majd így kicsi megmutatom részenként, hogy hogy haladtam, vagy pedig éppenséggel egy kicsi timelapse-t láthatok arról, ahogy építek. Az majd mindig attól függ, hogy mennyire fontos, hogy hogyan építettem meg, vagy ilyesmit. Viszont most itt az elejét szeretném mindenképpen, hogy keressünk egy területet, ahol el tudjuk kezdeni, mert sajnos dzsungelbe spawnoltunk, ami nem lenne olyan nagy probléma. Dzsungelbázisunk is lehet, de ahogy nézem, itt már egy mező van, ott pedig sötét egy erdő. Töltsön be. Aha. Ott meg egy fenyőerdő, hát ez iszonyat jó. Én ide. Ez, szerintem ez egyértelmű. Itt leszünk. Ez lesz itt a város. Itt ebben a nagy területen. Persze aztán mindenfelé majd bővülni fogunk. És amit még el szerettem volna mondani, hogy lesznek majd farmok beleépítve, ugyanis úgy terveztem, hogy majd később, amikor kész lesz, vagy nem fejlődik kész lesz, de megunjuk az építkezést, hogy ilyesmi, akkor kitálunk majd survival-be ilyen feladatokat, és nem szeretnék beaddolni, hanem hogy a farm az termelje rendesen, meg ilyesmi, szóval lesznek majd ilyen resztünk farmok rá, hogy ne legyen haszontalan egy-egy épület, és lehet akkor survival ben majd használni, meg játszani fogunk majd rajta a Survival-ban, azt kicsit fejlődgetünk majd ott is, lehet, hogy lesz ilyen később, ha megmondjuk csak az építkezést. Lehet, hogy nem lehet, hogy igen, de én szerintem azért építeni fogok mindenféle ilyen farmot, ami könnyebbé teszi a Survival-os életünket, ha lesz ezen a mapon vala is. Rendben, szóval amit én most csinálni fogok legelső sorban. Azon kívül, mint láthatjátok, itt kicsit szebbé teszem a terepet. Úgy gondoltam, hogy szeretném megcsinálni ennek a városnak egy kapuját, egy ilyen díszes kapu, ami bevezet magába a városba, ami még nem tudom, hol legyen. De ment a kapu, nem a város, az az itt lesz, az úgy ki lett találva. Ez jó lesz itt, viszont nem tudom, szerintem hogy legyen ez itt, ez a terület, a város szíve erre felé. Terveztem is egy teret, amit majd karácsonykor megépítünk egy karácsonyfával. Úgyhogy lehetne az, hogy mondjuk valahonnan innen az erdő felől egy ilyen szép díszes kapuká, mondjuk ide, előveszünk valamit egy... Mit tudom, én csak egy stone block igazság szerint ez nekem bőven megfelelő lenne. Oké. Szóval akkor lerakunk. Mondjuk kijelölöm, hogy itt lesz majd ez a bejárat. Wow. Oké. Jól néz ki, amikor lerakom. Szóval hogy valahol itt lesz ez a kis kapu. Oké. Tehát ezt terveztem. Azt, hogy így hogy nézzen ki, meg hogy ne, azt még tényleg nem tudom. Úgyhogy, mint kitaláljuk, körülbelül egyébként
Én nem gondoltam, hogy ilyen redstone-os kapu lenne, hanem ilyen bemenni. Tehát bárki bemelt kapu, igazából csak egy biztos kapu, amin át lehet menni a városba befelé. Jó, úgyhogy akkor ezt fogom megépíteni. Most ezt a kaput alkottam, ami egyébként úgy néz ki, nekem tetszik, viszont úgy néz ki, mint egy ilyen határátkelő hely, ami igazából nem olyan nagy probléma, mert végül is az, tehát egy város határ. Szeretnék még lámpásokat rakni oda. Épp azt keresem, sőt, harangot is rakhatnánk, megnézzük majd, hogy hogyan néz ki. Lámpás, lámpás, itt van a lámpás. Erre. Szóval pont jó, hogy éjszaka lett. Igen, ezek fél blokkok, erre nem tudok rakni. Az mi nem jó? Mi volt? Jó. Ja. Akkor ezeket kicseréljük egész blokkokra. Mármint így egész blokkok lesznek, ugye? Nem. Én nem, mert ez nem abban a színben van. Akkor nézzük meg, hogy nyilván nem így lesz, de nézzük meg, hogy így hogy néz ki, hogyha mondjuk minden második van aggatva. Ez így egyébként nem néz ki rosszul. Fölülről viszont akkor még alakíthatnánk rajta. Oké, itt oldalt nem tudunk lerakni. Csak a földre az viszont nem jó, szóval akkor ide rakunk kerítést, és ezekre rakjuk rá ezeket a lámpásokat. Na, ez már így kezd tetszeni. Na, ez így már nem is néz ki rosszul. Nagyon világos lett, és most a harangot azt hova lehet letenni? Például oda leteltem? Nem. Földre le lehet tenni. Mondjuk, mi lenne, ide tennénk két harangot, mondjuk alájuk egy-egy... ide csiszoltan tizítjük el. Így. És akkor erre rakunk egy-egy harangot. Biztos, hogy kéne ide ez a harang, szerintem anyagoljuk. Na, ez egyelőre nem néz ki rosszul, viszont akkor kezdjünk most valamit itt a tetővel. Mondjuk lógassuk ki előre, ez nem néz neki rosszul. Ha, sőt, ez így egyébként jó, csak... mondjuk valami mintázatot belevihetnénk. Így ma, ez így mondjuk tökéletesen ki is jött.
hogy egy csiszoltam, ez itt kettő kábelsztom. Csak egy kicsit fura, hogy igazság szerint így három szintes lett ez a kapunk, de szerintem ezzel nincs probléma. Itt pedig font, még hozzáadunk egy-egy ilyen kevésztom félblokkot, hogy az úgy nem jó. Mi lenne akkor, ha csiszolt rendezőt félblokkot, hogy látszanjon, hogy ott is úgy történik valami. Már jó. Wow, megijedtem. Ezt én nem eltávolítjuk. Ne, legyen ez több szebb probléma. Na, repüljünk egy kicsit, köszönöm. Természetesen, ha bármi ötletetek van, hogy hogy nézzen ki, akkor írjátok le, hogyha, vagy mit építsek, vagy ilyesmi, vagy hogy mit változtatnátok egy-egy adott építményem. Na, én egyelőre szerintem így gondolnám, bár itt fölül ezt tudnék képzelni. Nem, igazából jó az így, mert így levezeti az egészet. Ez így nem néz ki rosszul, most már itt kéne csak valamit a talajjal kezdeni. Cseréljük meg, és itt legyen kettő cobblestone sor. Jó, hát tudom, volt. Itt stone volt. Legyen kettő cobblestone sor, és középen ilyen vegyes. Pont úgy, mint fönt, csak ellentétesen. Bár fönt igazság szerint annyira nem is látszik. Ezt így ugye meg is nézzük. Na, ez így nem néz ki rosszul, csak ide még mondjuk valami világítást tehetnénk. Egy-egy ilyet. Egy-egy ilyet. Szóval itt túl zsúfolt? Igen, ez így már túl sok. Nem baj, nem baj. Vagy a padlóba... Vagy, igen, a padlóba rakjunk... ez se néz neki rosszul, a magma blokk, és erre egy sötétített üveget. Nem tudom, hogy jött ez a kombó, de ez fekete üveget, ez így nem néz ki szerintem. Nem néz neki rosszul. Persze, hogyha ott meg mindenhol be megcsinálnánk alatta is a talajt, akkor nem néz neki rosszul. Oda mi kell, várjál, azt ide kell, így. Ide cobblestone. Ja, akkor ezt itt végig kiütjük. És ezeket itt végig ki kell cserélni alatta. Ja, mondjuk elég csak ennyire, ja. És akkor berakjuk ezeket az izzó cuccokat, és rárakunk üveget. Ez így nem tudom, mennyire néz ki jól. Na, jól néz ki. És amikor itt áthaladunk, egyébként az sem néz ki rosszul. Nézzük meg, hogy hogy néz neki ez szilántörnel, lámpással. Na, időközben meg lett, csak kitöröltem véletlen az inventorimat. Nem baj, nézzük meg. Így, milyen, amikor áthaladunk rajta. Nem néz ki rosszul, és mi lenne, ha egy szílentőn, és egy ilyen, nem tudom, mi volt, hanem valami izzókő. Nem, az a lámpás. Alvilági cucc. Ja, és ezt se találom most. Ja, itt van, itt van. Alvilág, egy magma blokk, bocsánat, magma blokk. Nem, az úgy nem. Akkor maradjunk a tengeri lámpásoknál, már magyarul beszélünk róluk, úgyhogy szerintem ez így megfelelő. A letév világítás kicsit túl van tolva, azt írjátok meg, hogyha tényleg túl lenne tolva. Akkor kéne valamilyen útféle étem. Nos, én ezzel egy picit
eljátszogatom, és akkor jelentkezem, hogyha kész vagyok. Nos, így néz ki, így csináltam meg ezt a utat. Ez így fog tovább haladni egy ideig, hogy itt lesz ilyen, már is mondom, nagy páfrány, mellette pedig trópusi falevelek, és néha-néha egy ilyen oszlop, amiről lelóg egy-egy lámpás, ez adja a világítást. Itt az elején pedig végül, hát korlátos módszerrel, kerítéses módszerrel oldottam meg, hogy betereljük úgymond az utat. És itt szerintem egyébként nem néz ki olyan rosszul. Igen, ez egy kicsit fura. Majd hozzászokunk, ha nem, akkor meg kicseréljük. Az is lehet, hogy ezeknek a helyére mindenhol ilyet rakunk be, tehát egy végig egy ilyen összefüggő cusz lesz, de azt majd meglátjuk. Majd megnézem, hogy miket írtok, milyen ötleteitek vannak. És én a mai napra igazság szerint ennyit szerettem volna. Nyilván még lehet alakítani ezen a kapu, meg úgy az úton. Egyébként úgy lesz, hogy majd, ha erre mondjuk lesz valami, akkor itt nyitok egy kis utcát, és így bejövünk erre, és itt lesz akkor az építmény. Lesz is. Lehet, hogy a következő részben építjük meg azt, ami ott lesz, majd meglátjuk. De lehet, hogy még kicsit majd finomítunk ezen a kapun, meg ezen az úton, meg kitálok valamit, hogy ne nézzen ki ilyen furán ez a oszlop, úgymond. Lehet, hogy igazság szerint mégiscsak emellé ilyet kell rakni, és akkor tényleg nem néz ki olyan furán. Tényleg ezt majd meglátjuk. Viszont, ahogy mondtam, Mária, ennyit szerettem volna. Remélem tetszett a videó, és remélem tetszik nektek ez a sorozat. Itt kicsit többet építünk, nem annyit kalandozunk, viszont így igazából gyorsan látjátok ti az egésznek a fejlődését. Ezáltal gondolom rövidebb videók is lesznek, ezt igazából nem tudom, mert ez most azért tényleg nem volt egy hosszú dolog megépíteni, fél óra volt, nem is tudom, igazából, körülbelül fél óra volt, de majd amikor ilyen, hát nem tudom, várakat, meg ilyesmiket építenénk, azért az már több órába is beletelt, azok kicsit akár izgalmasabb videók is lehetnek, de szerintem ez is egy jó kis kezdet volt, egy szép kis kaput építettünk ennek a birodalomnak egy túlzottan kivilágított kaput, jó, hogy ide nem tettünk lámpást, ezt vagy nézze már ki. Nem is lehet. Nagyon jó. Szóval egy túlzottan kivilágított kaput, de nem baj. Ha tetszett a videó, kérlek dobj rá egy lájkot. Mindenképp írj ötleteket a komment szekcióba, főleg ha van, nyilván, hogy mit építsünk, meg hogy mit lehetne javítani ezen a kapun. És ha tetszik a sorozat, és szeretnétek, hogy folytassam, akkor dobjatok a videóra egy lájkot, iratkozzatok föl. Találkozunk a következő videóban. Én Marci voltam. Sziasztok!